A vendéglátóhelyek türelmét kérte az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Kis Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta, még mindig kevés embert oltottak be ahhoz, hogy a jelenleg érvényes intézkedéseken lazíthassanak. Müller Ceciliától megtudtuk, hogy eddig 1.775.000 ember regisztrált a védőoltásra. Az elmúlt 24 órában 781 fő ellen intézkedtek a rendőrök a vendéglátóhelyek és a kereskedelmi üzletekre vonatkozó szabályok megszegése miatt országszerte. Kis Róbert, rendőralezredes a tájékoztatón elmondta, amint megfelelő mennyiségű vakcina érkezik hazánkba, enyhíteni lehet a vendéglátó egységekre vonatkozó korlátozásokon, addig azonban a tulajdonosok türelmét kérik. Amint lehetséges, az operatív törzs haladéktalanul fogja jelezni ezt a kormány részére, hogy az enyhítésekre intézkedjen. Kérjük még a vendéglátó üzletek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek a türelmét, illetve együttműködését. Közös célunk az, hogy további járványhullámokat elkerüljük, illetve a magyar embereknek az életét, testi épségét megvédjük, illetve a védettségét biztosítani tudjuk. A járványügyi adatok Magyarországon továbbra is kedvezően alakulnak. Az elmúlt 24 órában 844-jel nőtt a koronavírus fertőzéssel regisztrált esetek száma, és elhunyt 56 beteg. Eddig összesen 146.695 személy kapta meg a védőoltást, ebből 9.403-an már a második körön is túl vannak. Ők egy hét múlva már teljes védettséget élvezhetnek. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a második vakcina beadását követően tapasztalhatunk bőrpírt, hőemelkedést, vagy akár egy-két napos lázat is, de ettől nem kell megijedni. A második vakcinát követően még termelődik további ellenanyag, de jellemzően az úgynevezett sejtes immunitás indul meg a szervezetben. Ez azt jelenti, hogy olyan sejtek alakulnak ki, úgy is nevezzük őket, hogy memóriasejtek, amik majd emlékezni fognak erre a kórokozóra, hogyha egy természetes fertőződés bekövetkezne, és ők akcióba lépve ki tudják védeni ezt a fertőződést. A héten több oltóanyagszállítmány is érkezik hazánkba. Ma és holnap a Pfizer összesen 36.270 fő részére, vasárnapra pedig a Moderna további 9.000 fő oltására elegendő vakcinát szállít az országba.